Sziasztok! A mai napon lehetőségem volt kipróbálni az új szemilak termékeinket, úgyhogy én most az 5 az 1-ben gélnek a 805-ös árnyalatát választottam, előkészítésnek nail prepet és primert használtam. Ezután pedig már egyből vihetem is fel az anyagot, felviszem a körömlemezre egy nagyon vékony csúszó réteget, majd pedig ezután nullás ecsettel fogom az oldalsó és a hátsó körömsánchoz igazítani az anyagot, mivel elég híg, ezért nem szerettem volna, hogy befolyjon időközben oldalra vagy hátra a hátsó körömsánchoz, úgyhogy szépen nullás ecsettel eligazgatom és felviszem az anyagot. Ezt követően felviszek egy nagyobb mennyiséget, eligazgatom a saját ecsetével, majd pedig megfordítom a kezemet, és várom, hogy egy kicsit befolyjon középre. Mivel egy elég híg anyagról beszélünk, ezért nagyon szép cívet lehet így a kéz megfordításával csinálni neki. Ellenőrzöm a tojásfényt, majd pedig mehet is be a lámpába. Ezután már pedig csak fixálnom kell, és igazából kész is a köröm, mivel az 5 az 1-ben gélnek a tulajdonsága, hogy bézgél, szín, fény is egyben, illetve erősítés és minimálisan köröm hosszabbítására is lehet használni. Mutatom, hogy fényzseli nélkül milyen lett a végeredmény.